Sziasztok! Hoffman Kata vagyok, klinikai szakpszichológus, családterapeuta jelölt. Közel 20 éve foglalkozom szenvedélybetegekkel és szenvedélybetegek hozzátartozóival, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy a kezemben tarthatom az Apa Anya Pia című könyvet. Nyilván korábban is tarthattam már a kezemben, hiszen hál' Istennek a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat gondozásában ez a könyv, ez már korábban megjelent magyar nyelven. Ami most viszont egy jelentős újdonság és előrelépés, azt gondolom, hogy kereskedelmi forgalomban is már elérhető, úgyhogy könnyen szembe jöhet velünk a könyvesboltok polcain. Mi miatt fontos ez? Azt gondolom, hogy ez a téma, az alkoholizmus, ez nagyon sokakat érint, illetve az alkoholista családban való felnövekvés, és hogy még mindig nem beszélünk eleget erről a témáról, vagy nem megfelelő minőségben beszélünk róla. Talán így többeket meg fog találni ez a téma, hogyha könyvesboltban is szembe találkozhatunk vele. Másrészt azt gondolom, hogy ennek a könyvnek minden könyvespolcon ott lenne a helye. Zárójelben hozzáteszem, hogy az igazsághoz hozzátartozik, hogy néha én magam járok úgy, pont, hogy az én könyvespolcomon nincsen belőle példány. Én is korábban azt a gyakorlatot követtem, hogy mindig egy 3-4-5 példányt bevásároltam belőle, és aztán rendre elajándékoztam ezeket a könyveket barátoknak, érintetteknek, klienseknek akár, illetve gyakran kollégáknak is, mert azt gondolom, hogy tényleg minél több emberhez el kellene jutnia ennek az írásnak. Mint említettem már, ez a téma ez nagyon sokakat érint, de valószínűleg itt van, aki már eleve rá sem kattintott erre a könyvajánlóra, vagy lehet, hogy már tovább is lapozott, ugyanis még továbbra is tartja magát ez a közkeletű vélekedés, hogy ugyan már hát az alkoholizmus téma az engem nem érint, hiszen alkoholista az, aki már reggel 6-kor remegő kézzel döntögeti magába a 2 dekás keverteket az utcasarkon, tehát mivel ezt nem látom sem a saját életemben, sem a környezetemben, ezért nyilván akkor nem is vagyok alkoholista, vagy nem is látok túl sok alkoholistát. De nem, az alkoholizmus az ennél egy sokkal-sokkal tágabb fogalom. Ezért is szeretünk ma már nem is alkoholizmusról beszélni, hanem sokkal inkább alkoholizmusokról, hiszen annyiféle formát ölthet. Sőt, tovább megyek, valószínűleg nem leszek ezzel népszerű, de hogy már azt is egy problémás alkoholhasználatnak kell tekinteni, hogyha valaki ugyan nem iszik sokat, ez sokaknál szokott érv lenni, hogy ó, hát én csak egy-két sört iszom naponta, vagy bort, vagy kinek mi a preferenciája. Hogy nem iszik sokat, de hogyha azt az egy-két italt minden nap meg kell inni, és mondjuk akár már reggel 9-kor azt várja, hogy mikor lesz este, amikor meg lehet inni azt az egy-két italt, egy kicsit kiérezze a fáradt gőzt, az már egy problémás szerhasználatnak kell tekinteni, amivel érdemes kezdeni valamit. Úgyhogy sokakat érint maga az alkoholizmus témája is, illetve az alkoholista családban való felnövekvés. Sokszor egyébként ezek a gyerekek szintén nem érzik akkor a problémának ezt, vagy nem élik meg olyan nehezen, mégis nagyon jellegzetes károkat tud okozni egy ilyen családban való felnövekvés. Azt szoktam mondani, hogy az alkoholizmus az egy családi vállalkozás. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy nagyon ritka látok olyat, hogy derültékből van egy alkoholista a családban, és amúgy ez egy harmonikusan nagyon jól működő család lenne. Sokkal inkább az alkoholizmus, a szenvedélybetegség az egy rendszerbetegség. Ennek mintájára egyébként azt is szoktam mondani, hogy az alkoholista családban való felnövekvés, az pedig egy életre szóló program. Ugyanis olyan tartós és maradandó károkat tud okozni a személyiség fejlődésben és működésben, amik rengeteg szenvedést okoznak az érintetteknek. Miért történik ez? Mert hogy az alkoholista család az egy diszfunkcionálisan működő család, ami azt jelenti, hogy nem, vagy nem megfelelően képes ellátni azokat a szerepeket,
amelyeket egy családnak el kell látnia annak érdekében, hogy az abban felnövekvő gyermek személyiségfejlődéshez egészségesen megtörténjen. Ezekben a családokban azonban általában az történik, hogy a gyermek a valódi énjének a kibontakoztatása helyett különböző szerepeket vesz fel annak érdekében, hogy ez a család működőképes tudjon maradni. És ezekben a szerepekben gyakran megmaradnak évekig, évtizedekig, sőt akár élethosszig, amennyiben valaki ezt nem ismeri fel, vagy nem kezd ezzel valamit. Azt szokták mondani, hogy aki tudja az alkoholizmus és az alkoholhasználat okozta egészségügyi károkat, az tulajdonképpen ismeri az orvostudományt. Ezzel párhuzamosan azt szoktam mondani, hogy aki pedig ismeri az alkohol használattal, az alkoholizmussal összefüggő pszichés tényezőket, károkat, hatásokat, az pedig tudja a klinikai pszichológiát. Nyilván van némi túlzás ebben a megfogalmazásban, amire ezzel utalni szeretnék, az az, hogy mennyire sokrétű és mélyreható következményei vannak, akár az alkoholizmusnak, akár az alkoholista családban való felnövekvésnek. Nem egyszer futok bele abba a helyzetbe, hogy jelentkezik hozzám egy kliens, akár egészen más probléma miatt, vagy akár csak annyit tud megfogalmazni, hogy igazából nem is tudja, hogy mi a baj, csak azt érzi, hogy valahogyan nem működik az élete, vagy van valamiféle zavar a kapcsolataiban, amivel nem tud mit kezdeni. És ilyenkor nem egyszer fordul elő, hogy az első beszélgetés x-edik percében felteszem azt a kérdést, hogy nem lehetséges-e az, hogy az ő származási családjában van szenvedélybeteg. És ilyenkor gyakran kapok egy nagyon döbbent, meglepett választ, hogy hát de igen, de hát én ezt honnan tudom. És hát nem onnan tudom, hogy nálam lenne bölcsekköve, vagy valami kiemelkedő géniusz lennék, hanem egész egyszerűen azért tudom, mert hogy annyira jellegzetes mintázatokat mutat ezeknek a klienseknek a kommunikációjában, az önmagukhoz, a világhoz, a másokhoz fűződő viszonyukban ez a diszfunkcionális családban való felnövekvés, amit főleg az ember mondjuk már sok ilyet látott, és van erre szeme, akkor ezt nagyon hamar észreveszi. Mi ezzel a baj? Ezt szokták kérdezni, hogy oké, itt vannak ezek a szerepek, ezek a működések, de hát most így ezzel mégis mi a probléma? A probléma az, ahogy már korábban is említettem, hogy ez általában nagyon sok szenvedést okoz ezeknek a klienseknek, és ezek nem adaptív működésmódok, és hogy ezek ráadásul generációról generációra adódnak tovább, hogyha az ember ezt nem ismeri fel, vagy ezzel nem kezd valamit. Ezek a szerepek egyébként a könyvben nagyon részletesen leírásra kerülnek, és ami miatt még nagyon szeretem ezt a könyvet, és nagyon örülök neki, hogy én szeretek úgy dolgozni, hogy adok házi feladatot. Mert hogy azt gondolom, hogy nem abban az 50 percben kell megtörténni a terápiában mindennek, amikor ott ül velem szemben a kliens, sőt, nagyon sok munka folyik a terápiás ülésen kívül is. Éppen ezért szoktam adni, olvasni valót, írni valót, gondolkodni valót, és ennek a téma kapcsán, ezen téma kapcsán gyakran bajba voltam azzal, hogy mégis mit adhatnék kézbe, amivel lehet dolgozni. És ez egy olyan könyv, amit nagyon-nagyon jó szívvel adok kézbe. Azért is, mert nyilván ezt már sokan elmondták előttem, nagyon magas szakmai színvonalon megírt könyvről van szó. Aki nem hiszi, járjon utána, vegye meg és olvassa el. De hogy ezzel együtt nagyon érthető is, azt gondolom, és befogadható az, ahogyan fogalmaz a könyv. Tehát tényleg szívesen szoktam kézbe adni, és ilyen szempontból valóban egy hiánypótlóírásról van szó. Másrészt, ami még szerintem megkoronázza valahogyan ennek a könyvnek a zsenialitását, az egy végtelenül pozitív szemlélet. Ugyanis ezeket a szerepeket nem csak
felismerni lehet, hanem ezen lehet változtatni. Ahogy a könyvnek az alcíme is mutatja, hogyan találhatják meg a szenvedélybeteg szülők, felnőtt gyermekei mégis a boldogságot. Tehát ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos üzenet, hogy bármilyen csomagokkal is érkezünk, amennyiben ilyen diszfunkcionális családban nőttünk fel, akkor is van lehetőség változtatni ezeken, ezt fel lehet ismerni. Nem egy könnyű folyamat, nem egy gyors folyamat, és nem egy fájdalommentes folyamat, de hogy lehet ezekkel mit kezdeni, és nem kell benne ragadni ezekben a szerepekben. Úgyhogy közeleg a karácsony. Azt gondolom, hogy akár karácsonyi ajándéknak sem utolsó ez a könyv. Bár hozzáteszem, hogy ezért lehet, hogy ez egy merész vállalás. Én magam is belefutottam ebbe, hogy amikor megjelent magyar nyelven először ez a könyv, akkor az én családomban, ahol ugyan már nagyon sok pozitív változás történt és fejlődés, de azért még ott is okozott némi döbben csöndet és egymásra pillantgatást az a helyzet, amikor én ezt a könyvet adtam ajándékként a karácsonyfa alá. Úgyhogy azt gondolom, hogy lehet, hogy ez egy merész vállalás, de azt is gondolom, hogy amennyiben el tud indulni valami ennek a könyvnek a kapcsán, egy felismerés, egy tudatosulás, nehogy Isten, legjobb esetben valami fajta kommunikáció a családban erről a kérdésről, az alkoholizmusról, vagy arról, hogy ezt a ilyen családban felnővő gyerekek mit éltek meg, mit visznek magukkal, akkor az egy végtelenül pozitív dolog, mert hogy a változást azt magunkban és a szűk környezetünkben tudjuk elkezdeni, úgyhogy ebben pedig nagyon nagy segítséget tud nyújtani ez a könyv. Úgyhogy nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!